tisztelettel és szeretettel köszöntöm tanégító ünnepségünk valamennyi résztvevőit. Műsorunk kezdetén Jáger Orsolya és Szalai Réka a 3. A-osztályos tanulók Szalai Borbála verseit adják elő. Kérem, fogadják őket szeretettel. Betűország kincsei. Sok újdonsült kisdiáknak kitárult egy új világ. Szeptemberben Betűország megnyitotta kapuját. Csodálatos ez az ország, gazdagsága rengeteg, mert itt bizony minden betű drága kincset rejteget, s aki egyszer megismeri mind a betűk titkait, magáénak tekintheti Betűország kincseit. Legyen öröm a tanulás! Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek. Valahogyan még a nap is szebben ragyog fényesen. Izgatottan várt a napra minden kezdő kisdiák. Az iskola ma előttük is kitárja kapuját. Megtanulnak betűt vetni a tétova kis kezek. Csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek. S ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás. Nagyon szépen köszönjük, és a harmadikosok verse után most egy negyedikes kisdiákon következik. Visi Alexandra, 4. B-osztályos tanuló, egy táncbemutatóval készült a mai évnyitóra. Most pedig felkérem Garab Gáborné igazgató asszony tanévnyitó beszédének megtartására. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk ünnepélyes tanévnyitójának minden kedves résztvevőjét. Kedves diákok! Bizonyára sokan még a nyári élmények hatása alatt álltok, és nemigen akarjátok tudomásul venni, hogy megkezdődött az iskolai tanév. Tegnap egy gyönyörű szőke Lucus nevű angyal elment, hogy aláírásokat gyűjtsön, hogy ma kezdődjön, illetve ne kezdődjön el a tanév. Mindössze 12 aláírás sikerült összegyűjtenie, így nem tudok mit tenni. Sajnálom. Higgyétek el, hogy kollégáim és én is nagyon nehéz szívvel állunk
De van azért jó pár dolog ebben a tanévben, aminek bizonyára ti is örülni fogtok. Örültök annak, hogy ma találkozhatok osztálytársaitokkal, találkozhatok régi nevelőikkel, megbeszélhetitek a nyár élményeit. Hamarosan megszólal a csengő, és megkezdődik valóban a tanítási év. Az első nap nagyon sok diákban fogalmazódik meg, és gondolom szüleitektől is ezt hallottátok, hogy az idei évben jobban fogok tanulni, és odafigyelek. Hát én nagyon remélem, hogy ez a fogadalom ki fog tartani a tanév végéig, és ez valóban így lesz. Mi pedagógusok vártunk benneteket, az elmúlt napokban feldíszítettük az iskolát, kitakarítottuk a tantermeket, itt nagyon köszönöm a diákoknak, kollégáknak, hogy ott voltak és segítettek nekünk ebben. Kérlek benneteket, hogy ezt a rendet őrizzétek meg a tanév egészében át, hogy így szép folyosó és tiszta tantermek várjanak benneteket minden nap. A tanítók, tanárok csak az ajtót tudják kinyitni, belépnek bizony nektek kell. Itt szeretném felhívni a figyelmeteket mindannyiótoknak, hogy vasárnap Szent Mise után Véni Szante van mindkét templomban, illetve mindhárom templomban, és várnak benneteket az atyák szüleitekkel együtt. Induljon az iskola itt tanév számotokra három nagyon fontos üzenettel, mégpedig azért, hogy minden reggel mosolyogva és vidáman érkezzetek az iskolába, és jó érzéssel léphessetek át az iskola küszöbét. Egy rossz hírrel kell kezdenem, az idei évben is tanulnotok kell. Éppen ezért kérlek benneteket, hogy engedjétek meg tanáraitoknak, hogy képességeiteket továbbfejlesszék. Ez a ti hozzáállásotokon is múlik, a jó indulatotokon, hogy van-e fegyelem az órán, és képesek leszünk azt a sok-sok tudnivalót a buksitokba beskatujázni, beönteni, amire szükségetek van. Kérlek benneteket, hogy mind a tanulmányokban, mint a versenyekben legyen köztetek tiszta és tisztességes verseny. Az osztályokban a közösségeket ne szétzűrlesszétek, hanem valóban próbáljatok kis közösségeket kialakítani, ahol mindannyian jól érezzétek magatokat. Kívánom, hogy legyen az iskolai év derűs számotokra, de ugyanakkor legyen rend is. Iskolánk szervezésében a tanév végén indián táborba vehettetek részt. Engedjétek meg, hogy a nevetekben megköszönjem pedagógusoknak, kollégáknak azt a sok küzdelmet, amivel sikerült számotokra érdekessé tenni ezeket a tartalmas programokat. Fontos változás iskolánk, illetve az ország valamennyi iskolája életében, hogy újra állami fenntartásba kerülünk január 1-től, a Klebersberg központ felirányítása alatt, mind működtetésben, mind pedig szakmai irányításban. Újra visszakerülünk a soproni tankerülethez. Én nagyon remélem, hogy minden partnerintézménnyel rendkívül jó kapcsolatot tudunk kialakítani. Az idejében egy tantermet sikerült a Klebersberg fenntartó központ segítségével teljes egészében felújítani, új padokat, székeket, táblákat kaptunk. Szeretném megköszönni a Velux Magyarország Kft.-nek a 2000 eurós pályázatát, aminek eredményeképpen fénymásológépet tudtunk beszerezni iskolába. Nagyon megköszönöm működtető önkormányzatainknak azt a segítséget, amivel a tanév elindításához biztosították a feltételeket. Én különösképpen Feltődváros önkormányzatának, Saródnak, illetve Agyagos-Szergénynek szeretném ezeket megköszönni. Nagyon megköszönöm még a Városgazda Kft. Munkáját, hiszen emberfeletti küzdelmet vívtak az elmúlt napokban, hogy a mai napra minden rendben legyen. Itt különösképpen Bencsis Zoltán úr, Őri Sándor, Horváth Szilárd, Bogovics Dávid, Bors Lajos, valamint a Faudvar Kft., a Hoszi Mosoda, és természetesen Jóska bácsi is nagyon-nagyon lelkiismeretes munkát végzett. Külön köszönöm még egyszer az önkormányzatoknak, és természetesen iskolánk valamennyi dolgozójának és takarítójának, hogy sikerült a tanévkezdést rendbe lebonyolítani.
Agyagos szergénybe a nyár folyamán iskolai munkálatok során több szülő is nagyon aktívan vett részt a társadalmi munkába. Itt külön szeretném kiemelni Szalai Balást, aki a mellékhelyiségeket kifestette, Sós Tamást a külső alakulat javításánál, valamint Horváth István és Kusis Gyula egyetteremben az Agyagos Szergény önkormányzat által vásárolt laminált padlót rakta le és helyezte üzemképes állapotba. Nagyon köszönjük minden kedves szülőnek a lelkesedését, segítségét, és tudjuk, hogy rájuk mindenbe számíthatunk. Nagyon megköszönöm a szülői munkaközösségünk támogatását, amiben az első nap minden kisdiák részesülhet. Kedves kicsi elsősök, talán ti vártátok a mai napot a legjobban. Ahogy végignézek itt rajtatok, azért a nyár folyamán nagyon-nagyon sokat nőttetek, és most már igazi iskolások lettetek. A mai naptól ígérhetem nektek, hogy nagyon-nagyon sok izgalomba lesz részetek, hiszen megpróbálunk benneteket a számok és a betűk országába bevezetni. Kérlek titeket, hogy mindig nagyon figyeljetek arra, amit tanítóitok, tanárbácsitok, tanítónéniik mondanak. Szerezzetek nagyon sok piros pontot, hogy szüleitek veled együtt örülhessenek. A mai naptól már egy más jellegű élet, az iskolás élet vár rátok. Ez egészen más lesz, mint az óvodai. Legyetek nagyon szorgalmasak, érdeklődőek, tanuljatok a felsőbb évesektől, tanáraitoktól, és itt tanév végén egészen biztosan nagyon szép eredményeket fogtok elérni. Nagyon megköszönöm óvónéniknek, dadusnéniknek, hogy felkészítették a gyerekeket az iskolai tanévre, és elkísérték őket ide a mai napra is. Tisztelt szülők! Lehet, hogy főként az elsősök szülei nagyon aggódnak a mai napon. Úgy gondolom, hogy ez nagyon érthető, hiszen a családok életében az iskolai tanév megkezdése mindenütt változásokat hoz. Nagyon kérem Önöket, hogy bízzanak bennünk. Az iskola kezdés megváltoztatja a családok életét, hiszen a család szemefénye a gyerek az, aki ma bekerült az iskolába. Biztosan láttam a Facebookon, hogy tele vannak Önök aggodalommal, félelemmel, de hiszem, hogy a mai nappal ennek vége. Mi pedagógusok egészen biztos, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy a gyerekeik, a legféltettebb kincsek a legjobb helyen legyenek, és a legtöbbet tudják tanulni. Biztosan állíthatom, hogy tanév végére már okos és ügyes iskolásokká fognak válni. Megkérem Önöket, hogy segítsék pedagógusaink munkáját gyermekük boldogulása érdekében, közösen vigyázzunk gyermekeink testi és lelki épségére, és hozzunk jó döntéseket, jó és eredményes választásokat azért, hogy tudjunk rájuk vigyázni, és valóban úgy tudjanak felnőni, hogy biztonságban, jól érezzék magukat országunkba. Mi továbbra is nyitottak és együttműködőek vagyunk. Ezért kérem Önöket, ha bárkinek problémája van, osztályfőnököt, igazgatót, kollégát azonnal keresse meg, hiszek abban, hogy mindent meg lehet beszélni, közösen mindent meg lehet oldani, és hogyha a szülői család, az iskola és a gyermek érdekében mindent megteszünk, ez a hármas úgy gondolom, hogy teljesen jó ahhoz, hogy a gyermekek eredményesen tudjanak dolgozni. Mondják el, ha valami nem jó, mondják el, ha valami jó, hiszen nekünk pedagógusunknak is szükségünk van arra, hogy megerősítsék a pozitív dolgokat. Tisztelt kollégák! Az új tanév megnyitása előtt kérek mindenkit, hogy a 16-16 és tanévben is dolgozzunk ugyanúgy együtt, ahogy azt eddig megtettük, hiszen közösek a céljaink és közös eredményekért dolgozunk. Törekedjünk arra, hogy ez a tanév is minél eredményesebb legyen, minél több eredményt érjünk tanulmányokban, zenében és sportban. Bár az iskola alapvetően a tudásról szól, de úgy gondolom, hogy a közösségépítésnek nagyon fontos része az, hogy osztálykirándulásokon, közös programokon vegyünk részt a gyerekekkel. Ezért több pályázatot is próbálunk benyújtani, és itt mondom el Önöknek, hogy önkormányzatunk közel 280 millió forint értékben iskolafelújítási pályázatot nyújtott be, amit nagyon-nagyon remélek, hogy sikerrel zárul, és örömmel tudom tájékoztatni Önöknek, hogy ez megtörtént.
A következőkben szeretném bemutatni az osztályfőnököket, ahol változás történt. Első A osztályban Varga László tanító bácsi fogja az elsősöket az idei évtől tanítani, úgyhogy Lacit megkérem, hogy... Az első B-sek osztályfőnöke Vargáné Gyuricsek Mária tanítónő lesz. Az Agyagos Szergényi iskolát Németh Rozália tanítónéni osztályfőnök fogja vezetni. A negyedik B osztályt Zombó Andrea tanítónéni. Ötödik A osztályt Horváth Edina tanárnő fogja vezetni. Hatodik A osztályt Horváth Eszter tanárnő. És a hatodik B osztályt pedig Örinél Zsoldos Ildikó tanítónő. Iskolánkba örömmel jelenthetem, hogy új kollégák is érkeztek, számszerűsítve 4 és 1 fél kollega. A fél kollégát azért mondom, mert Marika már részben dolgozott nálunk, Garab Mária tanárnő fogja az ének zenét továbbra is oktatni, 7.-8. osztályba, valamint az énekkart is ő fogja vezetni. Aki igazán új kolléga és érkezett iskolánkba, a Horváth Éva tanárnő. Úgyhogy szeretném megkérni Évát, hogy jöjjön ide, egy szálvilággal szeretnénk őt köszönteni, hiszen iskolánkba érkező kollégákat itt szoktuk. Vaspöri Gergely, elfelejtettem mondani, Éva Németh szakos tanárnő. Vaspöri Gergely tanár úr, Németh szakos, germanisztika Németh szakos. Gergő franciát, angolt és németet fog oktatni. Vince Csaba testnevelés kémia szakos tanár úr. És nem utolsó sorban Nagy Ádám tanár úr, aki történelem szakos. Az idei évet 2 új igazgató helyettessel fogom megosztani, és a tanév nehézségein kérem őket, hogy segítsenek át. Ez nem más, mint Keremenné Horváth Adél tanár. Valamint Szalainé Rubin Hajnalka tanár. Szakköröket is hirdettünk az idei tanévben. Lesznek középiskolára felkészítő óráink is. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a szakkörökre, a hitoktatásra, illetve az erkölcsre való jelentkezés egy tanévre szól. Évközben nincs arra lehetőség, hogy a választott szakkörökről, illetve erkölcsre hittanoktatásról valahova máshova menjek el a diákjaink. Az idei évben indítunk német szakkört, angolt, franciát, tömegsportot, felzárkóztatás, zöld szív, zöldák, színjátszókört, szakkört, és ez várja a gyermekeket, a tanulóinkat, az érdeklőidet. Most a legnagyobbakhoz, a felsősökhöz fordulok, 8-osoktól. Kedves 8-osok, az idei évben ti lettetek iskolánk legnagyobb tanulói. Ez felelősséget és feladatot is ró rátok. A tanulás megszervezését meg kell oldanotok, fel kell készülnötök a felvételire, ki kell választanotok azt az iskolát, ahol szakmát tanultok, tovább tanultok, és úgy kell megszerveznetek az életetek ebben a tanévben, hogy sikerrel vehessétek az akadályotokat. Kívánom, hogy ezeknek a tudatában egyre növekvő felelősségtudattal végezzétek munkátokat, vegyetek részt az iskola életében, és igazán gyümölcsöző legyen utolsó tanévetek itt, a Babos József térségi általános iskolában. Végül, de nem utolsó sorban kollégáimnak tanácsolnám Hamvas Béla üzenetét.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg. Sok szülő kérdezte bejövetelkor, hogy mi van a tankönyvekkel. Itt tájékoztatásul szeretném elmondani mindannyiuknak, a tankönyvek megérkeztek augusztus 24-én iskolákba. Ahogy már tájékoztattam önöket, a tanévnyitó ünnepség után az osztályokban, illetve Ildikó tanárnél a felsőbe átvehetőek a tankönyvek. A csekkek még nem érkeztek meg, ahogy megérkeznek, azonnal kézbe fogjuk adni, és elvileg szeptember 15-éig kell ezeket befizetni. Én egy nagyon kedves anekdótával, illetve mondával folytatnám és fejezném be a mondataimat. Ez főként az alsósoknak és az elsősöknek szól. Hogyan is teremtette a Jóisten a tanítót? Amikor a Jóisten a tanítót teremtette, már 6. napja túlórázott. Ekkor megjelent egy angyal és azt mondta: Uram, már olyan régóta dolgozol ezen a figurán. Láttad a megrendelésen a speciális kívánságokat? Feladatom, hogy könnyen kezelhető legyen, de ne legyen műanyagból. Álljon 160 mozgatható részből, az idegei drótkötélbe legyenek, az ölében egyszerre 10 gyermek kapjon helyet, és mégis elférjen egy egészen picike kis széken. A hát olyan széles legyen, hogy minden terhet elbírjon, és az életét nagyrészt előrehajlásba tudja leélni. Szavai begyógyítsanak minden sebet, legyen az egy dudor a homlokon, lelki fájdalom, de nagyon fontos, hogy 6 pár keze legyen. Az angyal megcsóválta a fejét, és azt mondta: 6 pár kéz az nem fog menni. A 6 pár kéz az nem okoz fejtörést, válaszolta az úr. De a 3 szempár, aminek egy tanítóval rendelkeznie kell, az annál inkább. És ezek mind kellenek egy alapmodellhez? Kérdezte az angyal. A Jóisten bólintott. Egy pár, amelyel a csukott ajtón is átlát, miközben megkérdezi: mit csináltok ti ott? Pedig már régóta tudja, hogy mi történt. Egy másik szempárnak a tarkóján kell lennie, hogy azt is lássa, amit nem szabadna. De tudnia kell róla. Természetesen 2 szemnek elől is kell lennie, amelyel szigorúan néz a rakoncátlankodó gyermekekre, de közben azt mondja: megértelek, és így is nagyon szeretlek. Ó, Uram, mondja az angyal, és gyengéden megérinti a karját. Menjen aludni, majd holnap folytatja. Nem tehetem. Nagyon közel állok hozzá, hogy valami olyat alkossak, ami egy kicsit rám is hasonlít. Már majdnem elértem, hogy önmagát gyógyítsa, ha beteg. Hogy 30 gyereknek tudjon egyszerre örömet szerezni, egy-egy picurka születésnapi tortával, hogy rá tudjon venni egy 6 éves arra, hogy ebéd előtt kezet mosson, és meg tudja arról győzni, hogy a gyurma nem ehető, és a lábait elsősorban járásra teremtettem, és nem arra, hogy megrugdossa a társait. Az angyal körbejárta a tanító módel. Túl lágy, mondta. De jó szívos, mondta az úr határozottan. Te nem is hiszed, hogy egy tanító mennyit kibír és mennyit teljesít? És gondolkozni tud? Kérdezte az angyal. Nem csak gondolkozni, hanem döntéseket hozni, és kompromisszumokra is képes, mondta az úr, és ami a legfontosabb, felejteni. Végül az angyal előre hajolt és ujjával megérintette a modell arcát. Itt egy visszfolt van, mondta. Megmondom önnek, hogy túl sok mindent próbál beletenni ebbe az egy alakba. Ez a vízfolt nem vízfolt, hanem könycsepp. Az meg minek? Egy tanítónak könnyei hullanak, ha örül, ha gyászt, ha fájdalmat, ha elhatározottságot érez. Ön egy zseni, Uram, mondta az angyal. A Jóisten távolba lévő tekintettel csak annyit felelt. A könnyek, az rajta a túlfolyó. Én ezen gondolatokkal szeretném megnyitni a 2015-16-os tanévet, és kérem mindannyiukat, hogy tegyünk meg minden telhetőt azért, hogy közösen és nagyon jó hangulatba töltsük ezt a tanévet. Köszönöm szépen!
Igazgatóasszonyunk biztató szavai után leendő kis elsőseink műsora következik. Hallgassuk őket szeretettel! Az iskolába. Volt a vódás kiskoma, csak rád vár az iskola. Kezedben egy tátott táska, szükséged van jó tanácsra. Mit is rakjál be oda? Tankönyv, csomag, füzet, halom, toll, ceruza az asztalon. Tornaruha, rajzlap, festék, tessék, tessék, csak keressék. Azért van a gyermek anyja, hogy ami kell, ki ne hagyja. És azért van hozzá apja, hogy a táskát várra kapja. És vigye, bár roskad lába, egyenest az iskolába. De mi legyen végül benne? Otthon hagyni nem jó lenne? Vigyen minden, ki mit szeret, macskát, labdát, bőregeret. Fúrót, vésőt, kalapácsot, porszívót és hólapátot. Törj apa dülepedet, vidd el kedvenc foteledet. Vigyél úszógumit, mert általában úszni fogsz a boldogságban. Vigyél magaddal azt, amit nem szabad, rágógumit, a padra jól ragad. Párnát, hogy alhass kényelmesen, ha jó tanítód, oktat kedvesen. Kész a táska tölteléke, nosza elsős kap fel végre, iskolába fuss el véle. Most pedig elérkeztünk tanévnyitónk legünnepélyesebb részéhez, amikor is igazi iskolássá fogadjuk a volt nagycsoportos óvodásokat. Egyenként név szerint szólítunk benneteket, ha meghalod a nevedet, akkor légy szíves szaladj ki hozzánk. Szekér Rebeka Luca, őt várjuk elsőnek ideként. Aztán Steiner Lej Lea, Pálfi Karina Viola,
Németh Lara. Kós Péter. Ide az igazgatónénihez jöjjetek elsősorban, és akkor utána kapjátok meg az ajándékokat. Kis András Levente. Kármán Lilla. Horváth Gergő. Henye Hunor. Faddi Réka. Egyed Barnabás. Bors Levente. Barbé Viktor. Zombó Boglárka. Pilsics Dániel. Németh Levente. Kulcsár Kristóf. Először igazgatónénihez jöjjön minden kisgyerkőt. Kónya Zita Málna. Hóti Jana. Jámbor Bianka. Iváncsics Beatrix. Ipacs Máté. Iglói Vivien. Horváth Áron. Élő Máté Sándor. Bújdosó Balázs. Böröndi Zalán Zoltán. Bognár Áron. Igazgatónénihez jövünk először.
Takács Benedek. Maucka Noémi. Kovács Izabella. Havelková Eszter Alíz. Hajdú Gyüre Dorka. És Hajdú Gyüre Sára. Napos délelőtt együtt jár.